Világszinten is egyedülálló tárlat született az első világháborúról a Várkert bazárban. Az Új világ született 1914-1922 címet viselő kiállítást ma délelőtt nyitották meg, amely a nagyháború eseményeit és főszereplőit mutatja be. Már is mutatjuk, hogy mi mindennel várják Önöket. Testileg és lelkileg is megtört frontról hazatérő katonák. Őket szimbolizálja ez az ütött-kopott agyakhadsereg, az Új világ született 1914-1922 című tárlat nyitótermében. Furcsa ezt ma végig gondolni, de a 19. század emberei vívták meg az első világháborút, akik még egészen másképpen gondolkodtak, és ez a 4 év, amit eltöltöttek a frontokon, és ahol egyébként 10 millióan meg is haltak, hősi halált haltak, egy másik 10 millió megsebesült, ezek az emberek gyakorlatilag azt kellett, hogy lássák, hogy minden, ami korábban őket körülvette, az már nincs. Egy új világ jött létre, és nem találták a helyüket. A Várkert bazár tárlata rövid filmekkel, látványos és élethű installációkkal jeleníti meg a nagyháború időszakát. Ilyen például a spanyol nátha áldozatainak terme, vagy a Trianon szoba, ahol megkondulnak a lélekharangok. Vagy éppen az a helység, amely a totalitárius diktatúrák áldozatainak állít emléket. Pengefalak vannak beépítve a terembe, azon jellemző idézetek olvashatóak, győztesektől is, vesztesektől is. Nagyon jó bemutatja hitem szerint ez a terem, hogy valójában aki vesztes volt, és aki magát győztesnek nevezte, az ugyanolyan nehéz helyzetbe került első világháborút követően, ami nyílegyenesen vezetett a másodikhoz. A több mint 2000 négyzetmétert átívelő tárlat az első világháborús centenáriumi emlékbizottság és a 20. század intézet kiállítás sorozatának befejező része. Az első kiállítás 2015-ben nyílt meg az Európai Testvérháború, a következő pedig 2016-ban a Háború urai alcímen. Az Új világ született című zárószakasz legfontosabb üzenete, hogy az első világháború nem ért véget 1918-ban Európa számára, hiszen következményei még napjainkra is kihatnak.